Jó reggelt mindenkinek, kezdjük egy jó hírrel, tegnap a csatorna elérte a 800 feliratkozót. Yes! De ezután két ember gyorsan le is iratkozott, úgyhogy ebben a pillanatban 798 az állás. Mondjuk ha magamat is hozzáveszem, akkor 799 végül is, én is ezen a csatornán vagyok, nem? Egyébként lehet, hogy ezután a videó után még többen le fogtok iratkozni, ugyanis egy úgynevezett... unalmas téma fog következni. De mivel ez a téma hozzám elég közel áll, bele is vágok gyorsan. A magyar oktatási rendszer... keresem a szavakat. Na mindegy, ide helyettesítsétek be gondolatban azt, amire ti gondoltok, és olyan. Ráadásul amióta az eszemet tudom, mindig csak azt hallom, hogy lejtmenetben van a dolog, úgyhogy egyre inkább olyanabb, mint amire gondoltatok éppen. Tök jó lenne változtatni a rendszeren, csak hogy az a helyzet, hogy az oktatás úgy annyira, de annyira bonyolult, hogy már az nehézséget jelent, hogy egyáltalán hol kezdjünk hozzá az egészhez. Például nézzük meg, hogy kik vannak a tanári pályán. Vannak kutatások arra vonatkozóan, hogy a diákok eredményeit nagyon nagyban befolyásolja az, hogy a tanáraik milyen minőségűek. Ebbe persze rengeteg tényező beletartozik, maradjunk annyiban, hogy a jó tanárok diákjai jobban teljesítenek, mint azoké, akik szakmailag kevésbé kompetensek. Remélem, elég PC voltam. De vajon egy kis extra zsével emelhető-e a tanárok minősége, és ezen keresztül a diákok teljesítménye? Ezt a kérdést vizsgálta egyébként Varga Júlia, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének egyik kutatója. Egy halom országban vizsgálta, hogy függ össze a tanárok fizetésének változása és a diákok teljesítménye a PISA felméréseken. És az eredmény megdöbbentő. Spoilerezek, nem arról van szó, hogy minél több pénzt adunk a tanároknak, annál jobban teljesítenek a diákok, vagy legalábbis nem ennyire egyértelműen. Az adathalmazok elemzéséből arra a következtetésre jutott, hogy ha a kezdő tanárok fizetését növeljük, akkor a diákok valóban pengébbek lesznek a matematikai és a természettudományi feladatokban. Az is igaz viszont, hogy az olvasási készséget a plusz lóvé a legtöbb országban nem igazán befolyásolta. Már ha jól olvastam és értelmeztem a leírás persze. Ráadásul ez csak a kezdőtanárok fizetésére vonatkozik, a régebb óta pályán levőknél nem igazán jelentkezik a pénznek ez a mágikus hatása. Hogy ez miért van így pontosan, az jó kérdés. Én első körben arra gondoltam, és ezt részben alátámasztja azért a tanulmány következtetése is, hogy ha van például egy matek tanár vonabi, aki frissen elvégezte az egyetemet vagy a főiskolát, az könnyen találhat magának olyan munkát és a készségeivel a munkaerőpiacon, ami mondjuk versenyképesebb a tanári fizetéssel. Míg mondjuk egy olvasástanárnál ez lehet, hogy kevésbé jellemző. Szóval, ha a suliban kapott fizetés nem igazán versenyképes, akkor igazán elhivatottnak kell lenni ahhoz, hogy az ember tényleg gyerekekkel bíbelődjön. Ez egy nagyon tömör összegzés volt, de nagyjából ez a lényeg. És azt is fontos itt megjegyezni, hogy a kutatás csak és kizárólag a rövid távú hatásokra koncentrált. Azt tuti, hogy kell pénz az oktatásba, és a tanárok fizetését is emelni kell, de ez a munka is megmutatja azt, hogy ez azért annyira nem egy pofon egyszerű feladat. Biztos, hogy meg kell találni azokat az ösztönző elemeket a rendszerben, amelyek javíthatják a már pályán lévő vagy a pályára készülő tanárok minőségét. Ezekkel a kutatási eredményekkel erősen összecseng az a podcast adásunk, amelyben az oktatási reformok hatásairól beszélgettünk Nádori Gergővel, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanárával. Most csak egy kis ízelítőt mutatok belőle nektek. Hogy sok pénzből lehet jó iskolákat is csinálni, meg rossz iskolákat is, kevés pénzből csak rosszat lehet. Ha az egész adást meghallgatnátok, természetesen a link ott lesz a videó alatt. Ennyi volt mára, írjátok meg nyugodtan a véleményeteket, el fogom olvasni. A következő adásban pedig holnap reggel azt árulom el nektek, hogy mi az az egyetlen mondat, ami minden szóbeli vizsgakérdésre tökéletes választ ad, és megváltoztatta az életem. Azt hiszem, elmehetnék marketingesnek. Nem ez a mondat, majd meglátjátok. Iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljatok, kommenteljetek, stb. Sziasztok és szép napot!